Először egyszemélyes színpadi előadásként született meg, Tom Hanks a feleségével állt mögé, a filmbeli esküvőn a főszereplőnő igazi családját láthatott, és ez minden idők legsikeresebb romantikus komédiája. 2002. április 19-én tartották a Bazi Nagy Görög Lagzi díszbemutatóját, ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet a filmről. 1. A Bazi Nagy Görög Lagzi eredetileg színpadi előadásként született meg, méghozzá egyszemélyes darabként. Nia Vardalos a saját görög-amerikai családja és élményei nyomán írta és adta elő kis Los Angeles-i színházakban. 2. Az egyik ilyen előadást látta Rita Wilson hollywoodi színésznő, és egyből beleszeretett a sztoriba, így aztán a férjével, Tom Hanks-szel producerként beszálltak egy leendő filmváltozat elkészítésébe. 3. Amikor Tom Hanks először felhívta Nia Vardalost, ő azt hitte, hogy valaki szórakozik vele, és rátette a telefont. 4. Ahogyan elkezdtek házalni a stúdióknál a film ötletével, a sztori mindenkinek tetszett, de rengeteg változtatást kértek volna. Így például ismertebb színésznőt akartak a főszerepre, és lecserélték volna a görög családi közeget latin-amerikaira. Az alkotók azonban ragaszkodtak az eredeti elképzelésükhöz, így végül Vardalos írhatta meg a forgatókönyvet és játszhatta el a főszerepet is. 5. Vardalos olyannyira a saját életéből merített ihletet a sztorihoz, hogy ő is egy nem görög férfihez ment hozzá, ez pedig okozott konfliktusokat a családjával. A férje, Ian Gomez színész szerepel is a filmben, ő játssza a vőlegény legjobb barátját és kollégáját. 6. A filmbeli Lagzin a menyasszony családját játszó vendégsereg tagjai mind Nia Vardalos igazi családjából kerültek ki. 7. A főhősnő karaktere 30 éves a film története szerint, Nia Vardalos viszont már a 40-et is elérte, mire a film mozikba került. 8. A főszereplő szerelmes pár első randiján az alkotók elrejtettek egy belső poént a háttérben. A pár mögött egy polcon ugyanis almák és narancsok látszanak befőttes üvegekben, a filmben később pedig a görög após először a menyasszony neve kapcsán vezeti le amatőr nyelvészként, hogy a görög eredete szerint narancsot jelent, majd a vőlegény neve kapcsán, hogy almát. 9. Mivel végül független filmként, alacsony költségvetéssel készült el a film, így rengeteg mindenen spórolnia kellett a stábnak. Az egyetlen, amiben soha nem szenvedtek hiányt, az az étel volt, a környékbeli görög éttermek a film forgatásának hírére elárasztották őket a legfinomabb fogásokkal. 10. A film nyitó jelenetét vették fel utoljára a forgatáson, így a szomorúság, ami Nia Vardalos és Michael Constantin arcán látszik, nem csak a hajnali étteremnyitás fáradtságának eljátszásából fakadt, hanem a stábétéól és a nagy közös kalantól való búcsúzásnak is köszönhető. 11. A film elején a főcímben az E betűk helyett a hasonló formájú görög szigma betűk szerepelnek. Ez jól néz ki így, de betűzve kimondva semmi értelme nincs, mivel a szigma az SSZ hang megfelelője. 12. A mindössze 5 millió dolláros költségvetésből készült film csak az Egyesült Államokban 241 millió dollárt termelt a jegypénztáraknál, és ehhez még jött később a nemzetközi jegyeladás, nem is beszélve a házi mozis bevételekről. Ezzel máig ez a film minden idők legsikeresebb romantikus komédiája, és minden idők legjövedelmezőbb filmes befektetése is, 6150%-os haszonnal. 13. A sikerét jól mutatja, hogy elképesztően sokáig, 52 héten át tartották műsoron az amerikai mozik, amivel lenyomta például a csak 43 héten át futó Titanicot is. 14. A film Magyarországon 2003. január 16-án került a mozikba. 15. A nagy siker nyomán természetesen többször felmerült a film folytatása is. 2003-ban készült belőle egy tévésorozat, melyben szinte minden fontosabb szereplő visszatért, épp csak a vőlegény John Corbett nem, akit másik színésszel helyettesítettek. A sorozat nem bizonyult túl sikeresnek, és egy évad után elkaszálták.
2016-ban pedig egy második mozifilm is megszületett Bazi Nagy Görög Lagzi második címmel, de nem tudott az eredeti sikereinek nyomába érni.